Az interneten rengeteg olyan fotóval találkozunk, amikor a kismamák úgymond nagyon szorosan a szülés után már kocka hassal, tökéletes állapotban, alakkal úgymond pompáznak. Viszont itt van nálunk Bárdos Ildi és kislánya Maja, és arról fogunk beszélgetni, hogy ez szerinted mondjuk mennyire rossz, hogy mennyire jó, hogy mondjuk a nők minél hamarabb szeretnék visszanyerni az alakjukat. És hát magáról a tornáról fogunk egy picit kérdezni téged is. Edző vagyok egyébként, de ebből a szempontból nagyon szigorú, tehát magam ellen beszélek, ha mondhatom így, mert és egyébként direkt a nap olvasgattam kíváncsiakból, hogy miket írnak az interneten azoknak a kismamáknak, akik mondjuk fölmennek, hogy szülés utáni edzés. Na most ilyen nagyon népszerű oldalakon láttam olyat is, hogy akár 4 héttel szülés után, tehát én óva intenék mindenkit addig, míg legalább a 6 hetes kontrollon nincs. Igen, hát ugye azt ugye a közvetlenül szülés után maga az orvos is elmondja, hát ugye nyilván, 6 hét és semmit. Hát annyit mondanak, nyilván, ha nyár van, nehezebb séta nélkül, de azért jó, egy sétákat lehet tenni, rövid sétákat. Nyilván megint azon, hogy szültünk, természetesen császárra. Most a császár, én magam is ugye túl voltam ezen, hát örültem, ha otthon fölle közlekedtem a lépcsőn, nem, hogy nagyobb sétákat tegye. Tehát nyilván szülésfüggő is, de a minimum 6 hetet, hogy az orvos azt mondja, igen, kedves páciens, elkezdett lassan, finoman edzeni, ugye, de az sem mindegy, hogy. Ne haragudjatok, nem tudok függetlenülni attól, hogy kisbaba van a szobában, tehát és olyan édesen. És tudod, mi az, ami érdekes, hogy ide érzem az illatát, és én nagyon szeretem, ugye. És nem kapsz inget? Na, visszatérve, tehát mit akartál, Krisztus? Én azt akartam kérdezni, hogy mondani, hogy azért látható, hogy a családotokban inkább te figyelsz oda az alakodra, nem mint a Sanyi. De ugye? Milyen vagy? Na, ma még találkozom. Még találkozom vele, vagy lehet, hogy kapok az arcomra. Számodra mondjuk nem fontos az, hogy mondjuk azt az életvitelt, azt az életstílust, amit élsz, ahogyan élsz, és edzőként jelen vagy, hogy mondjuk a Sanyit is egy picit pesztelsz? Hiszed, nem hiszed? Egyébként Sanyi, ugye nyilván azért neki nagyon sok idő volt, hogy fogyasztott, nem tudom, tehát hogy ő nem étkezik rosszul. Az van, hogy néha kihagy étkezéseket. Nem baj, hogyha ezt nem hisszük el, hogy nem étkezik rosszul. Esküszöm neked, tényleg, tehát hogy ő nem eszik kenyeret, meg imádja a halat, ő szeret jókat tenni, nem és eszik. Akkor az a medicinlabda, amit mostanában hord a hasa tájékkal. Ez egy más kérdés, de az mitől? Együtt érzett a feleségével. Az mitől alakulhat? Ez teljesen más kérdés, szerintem nem tudnám megmondani, de abszolút nem témában vág, mert erről nem tudok beszélni. Ez így, oké, nem témában, igazad van, de akkor nem ez a témánk, hanem a szülés utáni női. Őket hogyan beszéljük le arról, hogy felejtsék el az Instagramot, az online, nem tudom, edzéseket, azokat a fotókat felejtsék el, mert ez egy normális állapot, és aki 9 hónapig hord egy gyermeket, minimum 6 hónap az, hogy mondjuk visszanyerje normálisan ez az alakját. Ez a 6 egyébként tényleg a minimum. A 6-os ez nagyon jó volt, mert is azt mondom, hogy még 3 hónapot adok magamnak, hogy teljesen a formába visszakegy, de türelemmel. Tehát, és egyébként alapvetően én mindig azt mondom, hogy ha valaki szült, utána belevág az edzésbe, mert egyébként mi is most intünk egy olyan programot, hogy a kismamákat visszavezetni a sportba. De nem mindegy, hogy alapból mindig leragadnak ott, hogy a szétnyílt hasizom, ami általában a szült anyukák 99%-ának ugye szétnyíli. De nem lehet csak itt leragadni, hogy most ezentúl nyilván nem lehet klasszikus hasizom gyakorlatokat végezni, hanem ott van a gerincünk, ott van a gátizom, hát ott van a csíp. Nagyon sok hölgy 30 kilót hízik, és hát vannak, akik is csak 4-et. Szerintem legalább a 10 egyébként, ami úgy azt mondom, hogy egészséges. Jó, most nem a babá val együtt mondom, tehát nem ugyanaz a helyzet. Abszolút nyilván. Nem, sőt, hát ugye sokkal nehezebb is leadni. Én azt mondom, hogyha szült és szoptat, körülbelül 3-4 hónap alatt simán le lehet adni. Te elárulod nekünk, hogy a terhesség alatt mennyit híztál, Ildi? Én 12-t híztam mind a kettővel. Az egyébként ott teljesen normális egészségügyi hízás, hogy 9-12 egyébként én úgy tudom a terhességi hízás. Pontosan, és én pont így a csúcsára kimentem, ezért, de... Ezért szoktam bizonyos hölgyekkel összeveszni, mikor 20 vagy 20 fölött vannak, ne, hogy hát... Az sok. És egyébként pont mondtam, amúgy is a terhesség egy teher. És amíg arra rájön ez a plusz 10 kiló, az megint csak nem jó se a testünknek. Nyilván, és utána megint nehezebb lesz leadni. De egyébként azt mondom is, hogy például a szoptatás is. Sokan azt mondják, hogy nem sportol, mert szoptat semmit. Tehát, hogy még a te is több lesz attól, ha szoptatás mellett sportol. Igen. Amit nem mondtam, és szerintem nagyon fontos, hogy szülés után szerintem csak felügyelettel kezdjenek el az anyukák edzeni. Nem otthon, nem videókra, nem internetből kiböngészve. Elmegyek, felméretem magam egy edzővel, aki tényleg ért ehhez, és szépen fokozatosan a teljesség igényével visszavezetni őt. Nagyon nehéz ezt, tudod, mert maga az edzési idő, akkor az a bruttó idő az nagyon magas lesz, ugye a hölgyek számára. Ne haragudjatok, te Maját egy kicsit bevonhatnánk a beszélgetésbe. Igen, mindenképpen. Mert én még ilyen nyugodt babát nem láttam, azt hiszem. És mit jó, és nevet.
tudja, hogy róla van szó, igen, tehát róla reagál, igen, nagyon néz téged. És buli van. Szerintem egyébként azok a gyerekek, akiknek a szülei nagyon szeretik egymást, azt figyeltem meg, ők ilyen nyugodt gyerekek. Ja, és akkor Sankó. Most lebontja. És akkor mi van Sanyival, igen. Aki bejön és lebontja. Jó, Mariel, ő már elkezdi építgetni az egóját, az előbb erről volt szó, de Maja, hát ez... itt rugdalózik, és nagyon kis csendes. Egyébként milyen testvérek lesznek szerinted? Nagyon vagy jó, mondjuk, szerintem. Van ebben valamilyen elképzelés, hogy hogyan szeretnéd őket nevelni? Hát mi most már a szájába rágjuk, ő a nagybátyó, akinek meg kell védeni a húgát, és ez eddig bejött. Tehát, hogy nagyon szereti, puszégatja, semmi agresszió nincs az irány. De ugye nálunk fontos, Sanyi azért nagyon sokat foglalkozik Sanyikával, hogy ne legyen az, hogy... És simogatja, örült, amikor megérkezett. Igen, és azóta semmi, nem is hittem, hogy ilyen van. Féltékenység volt semmi. A Sanyikában? Ezt mondom, hogy mindenki mondta, figyelj, meg beszélj, meg mondd, de semmi féltékenység. Nem, tehát soha nem mondta, hogy neki nem kell testvére. Olyan példa... Azt sem, hogy vigyük vissza, mindenki ezt mondta, ja, hogy majd mondták, hogy vidd vissza, soha nem. Olyan például nincs nálatok, hogy mondjuk te vagy ugye Majával, és mondjuk Sanyika is szeretne oda menni hozzátok, hogy egy picit ölelgetni téged. Helyet csinálok neki, tehát van az, hogy a Maja a kezemben van, ő is feljön, jó, és akkor így állok a 48 kilommal, a 15 kilóssal, meg a 3 kilóssal, de megharcolok. Megoldom. Persze, megoldom, hát nem ez a feladatom? Az a fontos, hogy ő ne érezze azt, hogy... Ez olyan pozitívan látja? Nagyon is. Ezen múlik az anyaság. Igen, hát nem. Is. És egyébként a sport is ezért fontos. Jó, hát ezért hirdetem az igét. Igen, és egyébként nagyon fontos életük végéig, hogy jó testvérek maradjanak. Arról nem tudom. Hát egy fiú az mindig védje meg a hugocskáját. Igen. Van olyan ismerősöm, aki képzeljétek el, azt mondta, hogy inkább engem verjetek meg, ne a hugommal. De édes, ő is úgy védi, hogy ne nyúlja Majához, már csak a babakutyút tolná ki, de ne nyúlja Majához, mondja neki a Sankó. Akkor neked még van 3 hónapod, te türelmes vagy magadhoz, ezt tanácsolod egyébként minden anyukának, hogy legalább 6 hónapig legyen türelmes. De nyilván figyeljünk az étkezésre is, tehát én azért figyelek rá, amellett, hogy szoptatok, figyelek arra, hogy mit eszek. Én nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál Majával. Nem szeretek szembe dicsérni, de nagyon csinos vagy. Köszönöm szépen. Hogy nem tudom, mit akarsz még ezzel fejleszteni. Ezt én is elmondtam volna, csak nem mertem, mert a Sanyival találkozom. Már neked úgyis mindegy.